A tavaly elindított programok mellett több új kezdeményezést szeretne idén is tető alá hozni a Gyulai Ifjúsági Központ. Már elindult a Figyú Média néven a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával az a projekt, melynek segítségével a diákokat jobban bekívánják vonni a helyi közéletbe. Áment Balázs, a központ vezetője, a három témában elmondta, ehhez olyan fiatalokat várnak, akiket érdekel a videózás, fotózás, az újságírás vagy más hasonló alkotó munka. A másik ilyen kezdeményezés egy pódiumbeszélgetés lenne az online média veszélyeiről. Diák önkormányzati vezetők, a városi diák önkormányzat tagjai fognak majd kiülni, és beszélgetni arról fiatalként, hogy ők találkoztak-e ilyennel, futottak-e már bele ilyenbe, vagy akár az ő kortársaik találkoztak-e ilyen dolgokkal. Itt egyébként kortársegítők is lesznek jelen a pódiumbeszélgetésen, pluszban még ugye, akik terepen dolgoznak kifejezetten itt a fiatalok között. Ide várunk bárkit, akinek erről véleménye van, kérdése van, kortól, nemtől függetlenül. Második alkalommal így Gyulán a Mi Egymásért Közhasznú Egyesület rendezi meg ezen a hétvégén az Országos Kortárs Segítő Konferenciát. A rendezvény célja, hogy az ország más részeiből érkező segítők megoszthassák munkájuk tapasztalatait, mert bárki nem lehet segítő, ehhez egy sokrétű képzésen kell részt venni. Nagyon-nagyon jó kis csapatunk van, és amellett, hogy önismerettel kezdik, kommunikáció van, asszertivitás fejlesztés, empátia növelés, gyerek és emberjoggal foglalkoznak, nem sokára kezdődik majd az a rész, ahol az intézményeket ismerik meg, gyerekjólét, gyámügy, rendőrség, börtön, tehát hogy melyik, ki mit csinál, gyerekpszichiátria, azután még azt gondolom, hogy nagyon jó, mert nekik életmódot is tanítunk, az, hogy hogyan kell tanulniuk, hogyan kellene működjenek a napi életben ahhoz, hogy azért egészséges felnőtté váljanak. A Gyulai Ifjúsági Egyesület már megkezdte a jövő évi edűszervezését, és már az idei játékváros előkészületei is folynak, melynek témája az ázsiai országok lesznek.